Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp május 18-ára és 19-ére. Én összefűzöm ezt a két napot, hiszen az energia az nagyon hasonló. A hold az indiai számítás szerint a nyilas jegyében van. Ez utal mozgásra, sportra, utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Ebben a csillagképben van egy nyíl, és ez a nyíl mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. Itt vannak az álmok, a vágyak, a remények. És ez legyen az irány, ez legyen a cél, amiről te most álmodozol. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. A hold a mai napon, illetve ezen a két napon a Mula holdházban van. Mula az jelenti a gyökereket, hogy honnan jöttél, jelenti az őseidet. Azon kívül az alapokat kell a biztonság érzete, vagy most szeretnél valamit megalapítani. Ami a szerelmet illeti, a halak jegyéből hat ez az energia, és az jelenti azt, hogy itt folyamodnak az események, megvannak az érzelmek, nyitottak vagytok érzelmekről beszélni. Mars bolygó és Neptun bolygó találkozik az indiai számítás szerint a halak jegyében, és együtt hatnak. Mars bolygó jelentheti a te élet erődet. Hova fektest be az erődet? Neptun bolygó utal a művészi tevékenységekre, tehát ez lehet az irány. Mars bolygó az utal a lelki társadra vagy a férfiakra, és Neptun bolygó és Mars bolygó együtt hatnak. Tehát Neptun kihat most a férfiakra. Neptun bolygónál az álmokról van szó, az intuícióról. Ez lehet egy művészi tevékenység, vagy ez a férfi most álmodik, álmodozik rólad. A hátránya az lehet, ha valaki közeledik hozzád, és mindent olyan gyönyörűen elmesél, ahogy te ezt megálmodod, amit hallani szeretnél. És ha ez nem az igazság, akkor ez csalódásokhoz vezethet. Hiszen Neptun bolygónál gyakran valami olyan átláthatatlan, olyan, mint egy fátyol, nem tudjuk tisztán látni a dolgokat. És ez a férfi most így közeledik hozzád. Ami fontos még, hogy ügyelj az anyagiakra. Tartsd vissza a pénzt. Gondold át, hol vannak kiadások. És csak oda költekezz, ami tényleg fontos. Tehát spórolj most egy kicsit. Amikor szerződésekről van szó, akkor az most az fontos, hogy nézd át, hogy mi van ezekben a szerződésekben. Tehát vizsgáld át a dolgokat. Ami a munkahelyet illeti, itt a munkahelyen vannak nehézségek, fáradt vagy, kimerült, az is lehet, hogy elgondolkodsz azon, hogy keresel egy új munkahelyet. Mint említettem, a hold a nyilas jegyében mozog az indiai számítás szerint, és kihat rá Nunki csillag. Nunki csillagot a babilóniaiak és az asszírok nagyon értékelték, és ez a csillag jelentett egy bizonyos helyet, ahol van egy ilyen isteni forrás, ami erőt ad számunkra, olyan, mint egy szent hely. És ezen a helyen uralkodott a babilóniaiaknál és az asszíroknál
Enki Isten. Enki az jelenti a vizet, mégpedig az édes vizet, ezt a forrást. És ez a csillag, ez a Nunki csillag, Enki Isten hatása alatt most kihat a hold mozgására. Tehát érezhető ez a hatás. Kell számunkra egy bizonyos hely, ami erőt ad. Ahol érezzük a természetet, az isteni beavatkozást, azt is jelentheti ez a víz istene, hogy most megvan arra a lehetőség, hogy tisztázzunk valamit az életben, hogy rendezzük a dolgokat, vagy tisztán lássunk valamit ki, milyen hatással, milyen szándékkal közeledik hozzánk. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!